Két Európa bajnoki címmel a Tarsolyban tértek haza a székesfehérvári Royal Gym versenyzői az ausztriai Hornban megrendezett erőemelő ebéről, melyet június 6-a és 9-e között rendeztek, több mint 300 induló részvételével. Kocsis Csongor korábbi világbajnok ezúttal a Masters 2-es kategóriában a fekvenyomóknál nem talált legyőzőre. 230 kiló elég volt az, hogy első legyen. Én Masters 2-ben indultam, az 49 éves korcsoportig van, Kozák László is Európa bajnokként ért haza, a mínusz 140 kg-osok mezőnyében győzött, de a 840 kg-os összteljesítményével nem volt maradéktalanul elégedett. Nem vagyok teljesen megelégedve vele egy hónap ezelőtt az ob azért jobb teljesítményem volt, most is jó teljesítményem volt, viszont a bírók sajnos azok nem, nem pontozták ezt rendesen. Azért jobb erőbe voltam, mint Komáromba, viszont a, a a teljesítményem az kevesebb, mint, mint amit ott csináltam. Tehát erősebb voltam, de kevesebbet adtak meg. A fehérvári erőemelők most egy kis pihenőt kapnak, hogy az esztendő eddigi versenyeit kipihenve úgyult erővel készülhessenek majd a következő feladatokra, megmérettetésekre.